környezetükkel, hatóságukkal, Istenükkel. Ha ezekkel a területekkel az ember jól boldogul, akkor boldog. De ebbe valahogy nincs benne a, nem tudom, olvasod-e a technikát. Nincs benne. Tehát attól, hogy valaki jól boldogul a technikával, az nem ad boldogságot. Furcsa módon, nem? És akkor manapság az emberek Időt, energiát fordítanak a technikai fejlettségükre, és pedig az nem hoz boldogságot. Nem. Nem. Tehát ugye mi a boldogságnak az alapja? Hm? A szeretet. Jó, de nem a telefont kellene szeretni, meg a telefonon az applikációkat nem azt kellene szeretni, hanem a szeretet elsősorban mire vonatkozik szerinted? Hm? Hát az emberekre, persze, nyilván. Tehát elsősorban az embereket kellene szeretni. Tehát van, aki például, vagy vannak olyan emberek a mai világunkban, itt a nyugati társadalomban, hogy az állatokat és azok közül bizonyos állatot vagy állatokat jobban szeret, mint az embereket. Ez régen nem így volt. Tehát én visszaemlékszem gyerekkoromba, én nem emlékszem olyat, olyanra, hogy bárki egy állatot jobban szeretett volna, mint, mint, mint az embert. Érted? Nem volt ilyen. Nem volt ilyen. Az állat az állat szerepet töltött be és nem olyan szerepet, mint sok esetben most, hogy az embereknél magasabb pozícióba van sorolva az állat, mint az ember. De tudod miért? Mert nem tud boldogulni az emberekkel. Miért? Mert halvány lila dunsztja sincs, hogy mit kellene, tehát hogy kellene velük boldogulni. Érted? Halvány lila dunsztja sincs. Tehát persze egy állattal könnyebb boldogulni, nem? Sokkal tehát egy ember az sokkal bonyolultabb lény, mint egy állat, nem? De hogyha az ember megismerni mondjuk az embere, emberi, emberi tulajdonságokat, beleértve a saját tulajdonságait is természetesen, akkor lehet, hogy az ember könnyebben boldogulna az emberekkel, nem? Tehát mondom nekem, ez nagyon furcsa, hogy én ugye abban a világban nőttem föl, amikor az állat, az mellékszereplő volt, érted? Az állat, az haszonra volt. Nem boldogulásra, érted? Tehát hasznot hozott az állat. Az állat, például a macskának az volt a dolga, hogy egerészen, a kutyának az volt a dolga, hogy vigyázzon a házra, érted? A tehénnek az volt a dolga, hogy tejet adjon, a tyúknak az volt a dolga, hogy tojást adjon, meg levágják, érted? Tehát az állatnak állat szerepe volt. Tehát haszon. Minden állat gyakorlatilag a múltban az haszonállat volt. A lót befogták igásnak, érted? Vagy lovat. Szóval lényeg az, hogy mind haszonállat volt. Ma Hát sok embernek közelebbi barátja az állat, mint az ember, nem? Közelebbi barátja. Vannak olyan emberek, akiknek a, mondhatjuk azt, hogy szinte a társa az állat. Mert nincs embertársa. Hát nincs. Nincs. Tehát nincs párja, de van állata. A lakásban nincs egy ellenkező nemű, akivel együtt élne, de a kutyájával, macskájával együtt él. Tehát totál felborult a világ, nem vetted észre? Ezt mondhatjuk azt, hogy megbolondultak az emberek. Tehát már az állat az, az, ugyanúgy fejezik ki az emberek, a média kezdte ezt el, én fel is háborodtam, mikor ezt elkezdte, hogy az állatra, az állatról ugyanúgy beszél, mintha egy emberről beszél. Tehát a 80-as években kezdték el, hogy a tévében, a filmekben már olyanokat csináltak, hogy mitől mi puszilgatta az állatot. Előtte ilyen soha nem volt. Tehát soha nem engedték például a szülők, hogy egy gyerek puszilgasson egy állatot. Soha nem engedték. Sőt, ha megfogta az állatot, utána kezet kellett mosnia. Érted? Tehát az egész felborult, és a médiában kezdték ezt el, hogy mitől még hagyta, hogy az arcát nyalogassa a kutya. Érted? Előtte ilyen nem volt. 70-es években médiában nem voltak ilyenek. És akkor szépen ezt bevezették, és az élet természetes része lett. Érted, hogy az állat szinte tökéletesen egyes embereknél ugyanazt a szerepet tölti be, mint az ember. Tehát ez borzalmas, ha ez nem elbutulás, akkor mi a rossz sebb? Hm? Ez olyan mértékű elbutulás, hogy valami hihetetlen. Tehát mitől, én tanulnak boldogulni, amit az én ümént is mondtam, ugye a technikával, de nem akarnak boldogulni az emberekkel. Miért? Hát a technika az nem jobbá tette a világot, ha megnézett könnyebbé kellett volna tenni. Hát de el vagyunk látva technikával, és kevesebb a szabad szabadidőd, mint régen, amikor az emberek nem voltak ellátva technikával. Hát röhely. Érted? Tehát nem, nem jót tett a technika. Tehát most én nem technika ellenes vagyok. Hanem, mert ugye én szeretem a technikát, csak nem bolondulok a technikáért. Érted? Tehát lényeg az, hogy nekem sokkal fontosabb egy ember, sokkal, mint akárhány állat a világban. Érted? Egy ember. Oké? Okay? Nekem sokkal, de sokkal fontosabb egy ember, mint bármilyen technika. Érted? És én úgy gondolom, hogy ez a normális és nem az, hogy például, mit tudom én, találkoznak emberek, és akkor mindenki a telefonját nyomkodja. Ahelyett, hogy beszélgetnének. Érted? Na most akkor ugye meg lehetne kérdezni tőlük, mikor a telefonját nyomkodj, a telefonjaikat nyomkodják, hogy te kit szeretsz jobban, azt, akivel találkoztál, vagy a telefonodat. Kíváncsi lennék, hogy meglepődne. Biztos láttatok már ilyet, nem? Hogy találkoznak emberek, és utána mindenki a telefonját nyomokodja. Főleg a fiataloknál ez kell szokássá válni. Már idősebbeknél is, igen. Tehát ugye most tartottunk egy vezetőképzőt éppen, mert háromnapos vezetőképzőnk volt. Az azt jelenti, hogy a PPH-s vezetők voltak ott, 34-en voltunk, és ki volt ott egyébként? Ezt tegye fel a kezét, aki ott volt. Oké, okay, én is természetesen ott voltam. Hányszor láttátok, hogy nyomkodtam a telefon? Három nap alatt. Igen, mikor lealkítottam a legelején. Így De ellenben láttam azt, hogy a szünetben elég sokan nyomkodták a telefonjukat. Pedig ő a PPS vezető. Oké? Okay. A szemináriumon hányszor látjátok? Ugye van havonta egy szemináriumunk, ami azt jelenti, hogy a, a világból és az országból jönnek oda az emberek, úgyhogy jó sokan vagyunk, több százan. És hányszor láttátok, hogy a telefonomat nyomkodtam, vagy nézegettem? Egyszer sem. Mert, mert amikor én emberek közt vagyok, nekem nem a telefon a fontos, nekem az emberek. Érted? Tehát ezeken el kellene gondolkodni, hogy el van butulva ez a világ. És akkor csodálkoznak, hogy nem boldogulnak. Mert ha az emberekkel foglalkoznának, akkor. Hát ahhoz kellene tudás, és kellene fejleszteni az emberekkel kapcsolatos tudásukat. Tehát az ember az nem egy megfejthetetlen talány. Az em vannak ember típusok, érted? Tehát minden embert be lehet sorolni valamilyen típusba, valamilyen szemszögből. És ha az ember ismeri az ember típusokat, akkor, és amiből ugye tanult különböző embertípusokat, akkor be tudja sorolni őket, mondjuk negyed óra alatt, fél óra alatt, érted? És onnantól kezdve már avval a típussal tud bánni. Érted? Mondjuk egy találkozik egy vadidegen emberrel, és akkor egy negyed óra alatt, fél óra alatt besorolja, egy bizonyos ember típusba, és simán bánik velük, illetve bánik avval az illetővel, érted? Vagy fogja és besorolja saját magát, és könnyebben bánik magával. Vagy besorolja mondjuk a párját, és könnyebben bánik a párjával. Tehát az emberek tanulnak mindenféle dolgokat, ugye, mit tudom, fölrak egy új applikációt a telefonjára, vagy egy új programot a számítógépére, megtanulja annak a használatát, tanulnak az emberek az internetről, hallgatnak mindenféle előadásokat, most tanulják, vagy nem, az most részletkérdés, de akkor is hallgatják. És, és mi az értelme? Mi az értelme? Akkor megkérdezném, jó, akkor nézzük anyagi szempontból. Mi a haszna? Mi a haszna? Hm? Hát mi a haszna? Tehát furcsa lesz, amit mondok. Amit veszek, most nem élelmiszerre gondolj, tehát azon felül, az élelmiszerem felül. Amit veszek, én azt figyelembe veszem, hogy az nekem annak a használata, fog-e hozni hasznot? Érted? Tehát én anyagi szempontból az átlag fölött élek a családommal, ugye a Marianna a ketten, meg még a nagyobb fiú most ott van nálunk, de ugye két fiunk van, a másik az megnősült. Anyagi szempontból jobban élünk jóval az átlagnál. És ez tudod miért van? mert 20 éve, ha én veszek valamit, akkor megnézem azt, hogy ez nekem az, amit veszek, hozzá -e majd hasznot. És ha nem hoz hasznot, nem veszem meg. Érted? Tehát bármilyen hasznot. Most az lehet anyagi haszon, vagy, vagy valamilyen munkához kötődő haszon. Érted? Tevékenységhez kötődő haszon. Az emberek meg szórakozásból vesznek dolgokat. Érted? Szórakozásból. És akkor csodálkoznak, hogy a, az anyagi helyzetük az nem túl rózsás. Oké? Okay? Nem túl rózsás. És ha most egy dolgot mondtam, amiben más vagyok az átlag embertől. Egyetlen egy dolgot. Tehát most gondold végig, itt van egy olyan világunk, ha megkérdezel száz embert, akkor 90 legalább azt mondja, hogy ő nem elégedett ebben a jelenlegi világgal, és sokkal jobb lenne egy jobb világ. De a jobb világért kellene valamit tenni, nem? Tehát ha a jó emberek a jó világért nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És ez van. Tehát amikor a COVID elindult, ugye az 2020 márciusban volt, utána volt egy heti találkozónk, és akkor azt mondtam, hogy tesztelik az emberek tűrőképességét, ha visszaemlékeztek. Oké? Okay? Tehát a COVID az egy teszt volt, már akkor mondtam, arra, hogy lássák, hogy hol a tűrőképességük határa az embereknek. És elég érdekes eredményt, ha így visszanézett, elég érdekes eredményt kaptak. Oké? Okay? Tehát, hogy hogy mondjuk tűrőképességét összehasonlítjuk egy embernek, meg egy birkának, akkor körülbelül azonos. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag azt csinálnak velük, amit akarnak. Gondold végig. Gondold végig. Vagy nem? Nem azt csinálták az emberek, amit akarnak? Most is nem azt csinálnak az emberek, amit akarnak? Dehogy nem. És ennek így kell lennie. Tehát ez a birkásítás, ez tök jó, tehát az ember szerinted most szolgának született, vagy szabad embernek? Hm? Tehát szolgának kell lennie egy embernek, vagy szabadnak? Aha. Hát a szabadnak. Akkor miért vagy szolga? Ja, azt mondod, te nem vagy szolga, te alkalmazott vagy. És mi különbség van egy alkalmazott és egy szolga között? Az ég a világon semmi. Oké? Okay. Tehát a szolga is, meg az alkalmazott is függőségi viszonyban van, vagy nem? Oké, okay. a szolga is mehet más szolgálni, meg az alkalmazott is mehet máshoz alkalmazottként. Nincs különbség. Nem szolgának születtünk. De milyen szépen elérték, hogy szolgál legyen az emberek többsége. Régen a háború előtt Magyarországon szolga volt a 20% és a 80% a mai értelembe vett vállalkozó volt. Tehát vagy saját földje volt, vagy, és azon gazdálkodott, vagy saját állatai voltak, vagy saját boltja volt, vagy saját szolgáltatása volt, érted? Mint például az egyik nagyapám az kisbirtokos volt, huszonvalány holdjuk volt, gyukolt. a másik nagyapámnak cipész, izé, suszter boltja volt, érted? És azért mondom, hogy nagyapáról szól a történet, mert a nagyanyáim azok besegítettek, nem tudom, világosan. Nem elmentek alkalmazottak, hanem besegítettek az ő vállalkozásukban. Tehát nagymamám besegített a vidéki nagymamám ugye a földművelésben, meg az állattenyésztésben. A másik nagymamám a Pesti, az meg besegített a, a nagyapámnak a Schuster boltjába. Érted? Tehát lényeg az, hogy a múltban az emberek többsége az, az ebben az értelemben Szabad volt, mert nem alkalmazott volt. Érted? Tehát nem mondták meg neki, hogy mit csináljon. Akinek meg kell mondani, hogy mit csináljon, az nem szabad ember. Oké? Okay? Még egyszer mondom, akinek meg kell mondani, hogy mit csináljon, az nem szabad ember. Az a szabad ember, aki ő dönti el, hogy mit csináljon. Nem tudom, világos-e? Egy Schuster eldönti, hogy ő mit csináljon, egy állattenyésztő eldönti, hogy mit csináljon, egy földműves eldönti, hogy mit csináljon, érted? Nem mondják meg neki, hogy mit csináljon. Legalábbis ez a múltban így volt. Most ez fordítva van. Körülbelül 20% az, aki... Vállalkozó és 80% az, aki alkalmazott. Magyarul szolga. Ráadásul ugye a szolgáknál, az alkalmazottaknál nem ő osztja be az idejét, hanem beosztják neki. Tehát egyre inkább, nem tudom, figyeled, arra felé mennek a jogszabályok, hogy még a szabadságodat is ők osszák be. Hogy mikor mehetsz szabadságra, vagy mikor nem mehetsz szabadságra. Tehát, hogy joguk legyen rendelkezni a szabadságot fele. Oké? Okay? Tehát e felé mennek. Tehát egyre jobban csorbítani ugye az ember szabadságát. De hát szerinted egy ember, tehát ha hallottál már te olyat, hogy egy nem szabad ember az boldog? Hát minél jobban korlátoz, ezt értsd már meg, minél jobban korlátozva van a szabadságod, annál boldogtalanabb vagy. Hát nézd meg, a raboknak elég nagyon korlátozva van a szabadságuk. Te láttál már boldog rabot? Nincs ilyen. Tehát gondold végig, még egyszer, minél jobban van korlátozva a szabadságod, annál kevésbé tudsz boldog lenni. Nem tudsz boldog lenni. Érted? Nem tudsz. Mert nem vagy szabad. Tehát az embernek olyan tevékenységet kellene végeznie, amely ilyen létre tudja hozni a szabadságot. De azt gondolod, hogy hogy lehet azt átlag emberként? Na most nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Csak hogy lássátok. Visszamegyünk egy kicsit. Tehát, Eszesítjük az embereket, hogy fejlődhessenek. Miért? Mert minél butább egy ember, annál több hülyeséget csinál. Minél leszesebb, annál több jó dolgot csinál az életében. És ezt úgy valósítj valósítjuk meg, hogy rendszeresen olyan ember- és életjobbító képzéseket tartunk, kócs képzés, a kócs azt jelenti, hogy élet és ember jobbító. Tehát ember és élet Ez Ezt jelenti a kócs. Amikor kócsingolunk, az azt jelenti, hogy kihozni valakiből a legjobbat és a legtöbbet. Amelyek által az emberek egyedülállóan hozzájutnak az emberek elő eltitkolt tudásokhoz. Az emberek előtt eltitkolt tudásuk az a tíz életterületnek a tudása. Oké? Okay? Mondok példát, ha most neked lenne egy jogi ügyed, meg tudnád magadat védeni? Én meg. Te meg tudnád magadat védeni? Hm? Környezetedben hány ember tudnál megvédeni magát? Tehát saját magát, nem úgy, hogy fölbérel egy ügyvéde. Az ügyvédnek az a lényeg, hogy te minél több pénzt fizes neki, az, hogy mi lesz a végeredmény, az tök mindegy neki. Ha csak nem a testvéred az ügyvéd. Érted? De még akkor sem biztos, igen. Talán akkor, hogyha a szülőd az ügyvéd, nem? Talán akkor. Szóval. Gondol, gondold végig. Van tíz életterület, és bármilyen életterületen az embernek boldogulni kellene, mert az életben vannak olyan dolgok, amely megoldást igényelnek. És az ember nem tudja megoldani, akkor stressz helyzetet hoz létre. Ha mit gondolsz, miért stresszesek az emberek? Mert az élethelyzeteiket nem tudják megoldani. Ezért. De ugye az, annál van még jobb megoldás, Hát a még jobb megoldás az, hogyha az ember megelőzi a stressz helyzeteket. Aki egy létre se jöjjön, az a stressz helyzet. Tehát az az ideális megoldás. Arra is van módszer, hogy hogy érheti el az ember, hogy ne kapjon, ne legyen az életében probléma, érted? Tehát, hogy képes legyen megelőzni a problémákat. Tudod, mi a megoldás? Az, hogy a küldetéseden, tehát a küldetésed, küldetésed útján kellene haladnod. Mondom még egyszer, a küldetésed útján kellene haladnod. Aki a küldetése útján halad, annak nincs ideje problémákkal foglalkozni, ezért nem kap problémákat. Nem tudom, világos voltam -e. Mert ha problémákat kap, akkor a problémával kell foglalkozni, és nem a küldetésével. Érthető ez? Tehát az embernek a legeslegfontosabb dolga a Földön, a küldetése útján való haladás kellene, hogy legyen. Ehhez képest száz emberből száz nem a küldetése útján halad. Nem 99, száz. Gyakorlatilag senki. Így van. Hát akkor ne csodálkoz, hogy kapják az emberek a problémákat. Ráadásul minél inkább eltérül az ember a küldetésének az útjáról, annál több problémát kap. Ki az, aki hisz abban, hogy van benne egy lélek? Azt tegye már föl a kezét. Oké, okay, itt nálunk mindenki föltette a kezét. Hadd nézem az interneten keresztül. Oké, okay, ott is, köszönöm szépen. Jó, és rengetegen hallgatnak, ugye, vagy néznek előadást, ugye a tengeren túlról is, akiket én nem látok, nem tudom, hogy ti hogy álltok ebben a kérdésben. De remélem, hogy el tudjátok hinni, hogy van egy lelketek. Hát a szavunk, illetve a magyar nyelv az tele van ebből a lélek szóval. Tehát nem újdonsága senkinek. Na most. De a legtöbb ember, ha megkérdeznék, hogy mi az a lélek, hát mondjuk. Két szónál többet lehet, hogy nem tudna mondani. Hogy mi az a lélek? Ugye nekem erről a lélekről tanításon van. Hát tanításom. Ami azt jelenti, hogy akár több órát tudok róla beszélni. Oké. Okay? Hogy mi a lélek. És hogy működik. És mit kellene vele csinálni. És hogy kellene -e vele együttműködni. Stb. Stb. Na most. Tehát az ember az három részből áll. Tudod, mit szoktak mondani a spirituális emberek? Test, lélek, szellem. akkor <laughs> mindig jót mosolygok, és megkérdezem, hogy mit, mit értesz az hogy szellem? Miért? Nagyon egyszerű, miért kérdezem meg? Mert a lélek az egy szellem lény. Érted? az egy szellem lény. Tehát most akkor a szellemet, meg a lelket, most hogy van ez? Érted? Nem, az ember három részből áll. Test, lélek, elme. Oké? Okay? Ezt a szellemszót felejtsük el, csak abban az értelemben lehetne értelmezni, hogy jó szellemű, gondolkodó. Világos ez? Mert ugyanis a többi lény, ami létezik, hogy az állatok, növények, azok nem gondolkodnak. Nekik nincs gondolkodó részük. De a gondolkodó részünk az az elme, nem a szellem. Tehát ugye azt lehetne mondani, hogy jó szellemű. Ő egy szellemiség, tehát használja a gondolatait. Érted? de az nem szellem. a szellemről beszélsz, akkor mindenkinek az ugrik be, hogy ilyen hú, -hú tudod. Érted? Tehát egy, egy szellem, akitől mindenki írtózik. Érted? Tehát senki nem szeret igazából szellemlényt látni, vagy nem is szeretne szellemlényt látni. Érted? Tehát gondold végig, olyan hibás tanítások vannak a földből, Földön, hogy ihaj, érted? Tehát az ember az három részből áll: test, lélek, elme. És az elménk is két részből áll: van az ösztöneink, és vannak a, van a gondolkodásunk. Ez a rész az ösztöneinkhez tartozik, az elménknek ez a része. Ez a része pedig a gondolkodásunkhoz tartozik. Tehát ezt úgy hívják, hogy agyfélteke, de nem az agyunk az elmé. Ezt most nem fogom elmagyarázni, mert ez a tanítások része, és nem adok ebből tanítást, oké? Okay? Hogy ez így hogy működik. Meg annál bonyolultabb, hogy most ezt elmondjam neked 5 perc alatt, és úgy fogod megérteni. Oké? Okay? Szóval lényeg az, hogy, hogy ez a gondolkodás kérdés és az ösztönös részünk, ez képezi az elménket, amely nem kézzel fogható. Ugyanúgy, mint a lélek sem kézzel fogható. Sőt, ugye ott van a testünk, ami kézzel fogható. Tehát, ha megnézzük, Három részből állunk, és abból kettő nem kézzel fogható. Csak egy, a test. És ha megnézzük, mennyit tudunk, mennyit tanultunk a testről életünk során, mennyit tapasztaltunk a testtel kapcsolatban. És ehhez képest mennyit tudnak az emberek a lelkükről, vagy mennyit tudnak az elméjük működéséről. Gondold végig. A lélek és az elme működéséről töredéket sem tudnak ahhoz képest, mint amit a testükről tudnak, a tudáshoz tartozik természetesen, a testükkel kapcsolatos tapasztalat is. Tehát ez azt jelenti, hogy el van titkolva ez az információ. El van titkolva a tudás. Tudod miért? Mondok ebben kapcsolatban egy te történetet, illetve kis mesét is, tan mesét, jó? Hogy az Istenek összeültek, és azt kellett eldönteni, hogy hova tudják eldugni az emberek elől a minden tudást. Érted? Hova dugják el? És akkor az egyik Isten megszólalt, hogy ó, oh, van egy jó ötletem, dugjuk el a legmélyebb tenger mélyére. És akkor onnan úgyse fogják előszedni. De erre mondja a másik Isten, hogy hát, hogy az embert ismerjük, előbb-utább a legmélyebb tengert is meghódítja és megtalálja. Hát hm, akkor ez így nem jó. Na akkor a gondolkodnak, megszólal a másik Isten, hogy a legmagasabb hegyre tegyük fel. Ott nem fogja megtalálni. És megint gondolkodnak, és arra jutnak, hogy az se jó, mert hát előbb-utóbb meghódítja a legmagasabb hegyet is. Hát megint gondolkodnak, mi a Manó legyen, egyszer csak megszólal az egyik Isten, hogy ó, nekem van egy jó ötletem, micsoda. Dukjuk el önmagába. És ezzel tudod, micsoda? Ez az elméd. És a lelked. Ez a kettőnek az együttese. És mivel? Várjál, mondom tovább a történetet, csak ezt a két gondolatot mondtam hozzá. Tehát a történet az, hogy elgondolkoztak az Istenek. Hú, ez baromi jó ötlet. Az ember Saját magában nem kutakodik. Mind kifelé kutakodik, belül nem. Jaj, de jó ötlet! Dugjuk el saját magába. És akkor ez így lett. Oké? Okay? Na szóval, nézzük ezt tovább. Tehát ezt a tudást, nem tudom, tudod-e, hogy az emberekkel kapcsolatos, tehát önmagukkal kapcsolatos tudást, hogy hogy működik nekik a gondolkodásuk, ezt mikor szüntették meg? Tehát mióta nem tanítják az embereknek? Egyiptom, alexandriai könyvtár, felgyújtása. Oké? Okay? És ha valaki ennek utána akar nézni a dátumát, még azt is utána lehet nézni az interneten, hogy ez mi, mi, mikor történt. Hát több ezer évvel ezelőtt. Oké? Okay. És azóta gyakorlatilag lehet mondjuk egy sötét középkor. Most vagyunk egy jó kis vaskorban. A vaskor arról híres, hogy nagyfokú tudatlanság. Okay. Tehát az ember azt gondolja, hogy a, a találmányok a tudás a óriási tévedésben élsz. Az önmagad és más emberek működése a tudás. Világos ez? Nem a technika. Mondom a technika az ugyanúgy nem boldogít, mint a pénz. Érted? Mi boldogít? Az emberek szeretete. Vagy rosszul látom? Hm? Minél több embert tudsz szeretni, annál több ember fog viszont szeretni. Vagy rosszul látom? Tehát ha egy ember elég szeretetet tud adni és kapni, akkor jól érzi magát a bőrében. Vagy rosszul látom? ha jól bánik az emberekkel, és olyan emberekkel bánik jól, akik ugye a tisztességes emberekhez tartozik, a tisztességes embereknél rendben van a csere. A csere azt jelenti, hogy biztos, ha te tisztességes ember vagy, akkor van benned olyan érzés, mikor kapsz valamit, hogy azt viszonozni kellene. Én mióta az eszemet tudom, ugyanúgy a nejemnél is, ugyanezt nyilatkozom, mióta az eszét tudja, bennünk van egy ilyen érzés, hogyha kapunk, akkor ezt viszonozni kell. Mondom, kell. Sok emberből ez már ki lett ölve ez az érzés. Az azt jelenti, hogyha netántán benned ez megbomlott ez az érzés, tehát ezen keményen dolgozni kellene, hogy visszaálljon. Mert te már nem vagy annyira jó ember. Oké. Okay. És ha nem tudjuk viszonozni mondjuk valakinek, amit kaptunk, akkor lelkismeret furdalásunk van addig, míg nem viszonozzuk. Érted? És ez a normális működés. Hogy ennek kéne lenni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki jól bánik az emberekkel, akkor ad nekik, és ő kap cserét. És ha sok emberrel jó, jól bánik, akkor sok cserét kap. Világos ez? És ha sok cserét kap, akkor anyagi szempontból sem lesz semmi problémája. Most gondoljátok végig, azt mondja, hogy a következő területeken értünk el piacvezetői pozíciót. A vezetésemmel, az elmúlt évtizedekben. Jó? Azt mondja, hogy biztosítási területen, konkrétan lakásbiztosítási területen. Majd azt követően, önkéntes nyugdíjpénztári területen. Ott például, tehát a, a lakásbiztosítási területen, ugye cégként értünk el eredményeket, én voltam a cégvezető. Oké, nézzük tovább. A nyugdíjpén, önkéntes nyugdíjpénztári területen, én voltam a cégvezető, és én voltam a nyugdíjpénztárnak az elnöke is. Okay? Utána önsegélyező pénztári területen értünk el piacvezető pozíciót, ahol a szervező cégnek én voltam a vezetője. Oké? Okay? Utána most jelenleg az emberek képzésében, a coach képzésben vagyunk piacvezetők, az egész rendszernek én vagyok a vezetője. Érted? Az iskolának is, a szervező cégnek is. Oké? Okay? Stb. Na szóval, négy terület. Az azt jelenti, hogy abból három pénzintézet volt. És a négy terület közül ugye a negyedik lett az emberek képzése. Vajon szerinted anyagi szempontból melyik érte meg legjobban? Nem az első, nem a második. Nem a harmadik, hanem a negyedik. Oké? Okay? Pedig sokan azt gondolnák, hogy a pénzügyi terület az anyagilag az a legjobb. Nem, az a legjobb. Nem. Mert a pénzügyi területek nem tisztességesek kellőképpen. Tehát most gondold végig, mi elkezdtük a pénzügyi területet, a biztosítási területet azért hagytuk abba, mert megváltoztak a jogszabályok, és már nem olyan feltételek voltak, hanem sokkal rosszabbak. A nyugdíjpénztári területet azért hagytuk abba, mert megváltoztak a jogszabályok, és már nem tudtunk olyan feltételeket nyújtani, mint ami kezdetben volt. Az önsegélyező pénztári területet azért hagytuk abba, mert megváltoztak a jogszabályok, és már nem tudtunk olyan feltételeket nyújtani az embereknek. Az emberek képzésében nincs jogszabályváltozás. Embereket lehet interneten keresztül is képezni. Oké? Okay? És téged képezhet valaki a tengeren túlról is. Csak most mondtam példát. Nem tudják korlátozni. Világos ez? Szóval gondold végig, hogy itt van egy terület. Ugye, amin vagyunk, ez az a terület, hogy hozzásegítjük az embereket ahhoz a tíz életterület tudásához. Ez, hát most legalább hat évnyi tudás. Hat év, havonta 30 órával számolt ki, akkor az mennyi. Oké? Okay? Ezt a tudást, ezt én adom át. Oké? Okay? Jó, akkor nézzük tovább ezt a dolgot. A kócsképzéseknek van egy ára, amit majd a házigazdáink elmondják. Jó? Ez egy nagyon kedvező ár. A Sehol a világon nem találsz ennél kedvezőbb felnőtt képzést árat, sőt, gyerekképzés árat sem. Jó? Maradjunk ennyibe. Jó, tehát ne azt nézd, hogy vannak olyan a világon olyan képzések, ami államilag támogatott, az is tehát pénzbe kerül. A kés nem kevés pénzbe kerül az államnak. Minket nem támogat az állam. Nem is akarjuk, hogy támogasson. Oké? Okay? Szóval lényeg az, hogy mert ha támogatnak, akkor beleszólna, hogy mit taníthatok. Oké? Okay? Na, menjünk tovább. Tehát olyan dolgokat tanulhatsz itt, ami az életeddel kapcsolatos. Ezáltal eszesedhetsz, és boldogulhatsz az életedben. Sőt, tanuljuk is azt, hogy honnan tudhatod meg, hogy mi az életküldetésed. És milyen feladattal, munkával, tudsz leginkább haladni az életküldetésed felé. Ez mindenkinek benne van a születési dátumában. Érted? Na most ha azt mondod, hogy hogy, hogy lehet ez? Úgy, hogy ezen a bolygón semmi nem véletlen. És azt látom, Ugye én több tízezer emberrel foglalkoztam már itt az elmúlt évtizedekben. Azt látom, hogy azok boldogulnak, akik használják azt a tudást, hogy az életküldetésük irányába haladnak. Érted? Én ezt látom. Akik, mondom még egyszer, mert már beszéltem róla, minél jobban eltérül, annál kevésbé boldogul. És szerinted ez véletlen? Hát ebben a földi létünkben nekünk, idézőjelben, vannak gazdáink. Milyen gazdáink idézőjelben a gazda? Azért mondom, hogy idézőjelben a gazdáink. Igaz, gazdáink. Azt úgy hívják, hogy a te teremtőd a gazdád. Érted? Egy sokkal intelligensebb lény, mint amilyen te vagy. Ugyanúgy van nekem is Teremtőn, és az is sokkal intelligensebb lény, mint én vagyok. Világos ez? De én ezt el tudom ismerni. Te meg azt gondoltad magadról, hogy te vagy a világon a legintelligensebb lény. Oké? Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy minden az életünkben meg van szervezve. Tudod mikor költ jött le a lelked? akkor, amikor megfogantál. Honnan tudták, mikor fogsz megfoganni? Gondold végig. Micsoda bődületes információval, tudással rendelkeznek, ha azt tudják, hogy mikor fogalsz. Tehát amikor ugye a két sejt találkozik, ugye a a női ivarsejt és a férfi ivarsejt találkozik, és beágyazódik a férfi ivarsejt, ugye a női ivarsejtbe. És akkor történik a fogantatás. És akkor jön le, abban a pillanatban jön le a lélek. Na ez mit szó? De az is rendelkezésére áll majd a léleknek, hogy ő hogyan fogant. Hogy maga az aktus, az hogy zajlott le abban mennyi erőszak volt, vagy nem volt. Érted? És onnantól kezdve az, mint információ is el van tárolva az elmédben. És vissza tudsz rá emlékezni. Úgy, hogy még itt se volt a lelked. Érted? Mert nem onnantól jön le a lélek, mikor megfogam, mert egy csomó, nem megfogom, amikor közösülnek ugye a párok, nem onnantól jön le a lélek. De mégis az az információs el van tárolva. Meg gondold végig, akkor hány ilyen információt kellene, úgy, hogy hány léleknek kellene lejönni. Mert hány közösülés történik egy élet során. Oké? Okay. És csak akkor jön le a lélek, mikor meg is fogant abból a párosodásból. Érted? Tehát, és onnantól kezdve, mondom, meg tudod csinálni, ugye kétféle módon szokták ezt megcsinálni, vagy van, hogy hipnotikusan visszaemlékszik az ember, vagy pedig olyan ellazult állapotba helyezi az illető magát, amivel visszaemlékszik egész odáig, hogy hogyan fogan. Érted? És akkor ez, ez ennek mi köze a véletlenhez szerinted? Mi köze ahhoz, hogy egy életünk, egy halálunk van? És mi van a lelkeddel? Ráadásul, ha megnézed a lelket, Egy előző élet következményeként születik oda, ahol születik. Érted? Abba a családba. Ő választja ki a családját, mielőtt leszületik. Akkor hol van itt a, a véletlenek sorozata? Hol? És onnantól kezdve igazságos az, hogy miért születtél oda, ahova születtél. Mert az előző életed alapján születtél oda, ahova születtél. És nincs igazságtalanság. Mert azt mondják, hogy a. Ó, hát a Teremtő az igazságos. Akkor miért születik mindenki más körülmények közé? Hát csak egyféle magyarázat van, mert volt előző életed. Nincs más magyarázat. Oké? Okay. Tehát ezen a Földön akármit megnézel az életeddel kapcsolatban, az minden következmény. Ok? Okozati összefüggések vannak. És ez egy nagyon jó dolog, mert mindenre rá tudsz jönni, csak ismerni kell, hogy hogyan. Oké? Okay. Emberek mondják magukról, hát hogy ők milyen szerencsétlenek. Oké, okay, meg milyen bal szerencsés az élete. Minden okozati összefüggés. És tökéletesen látni egy ilyen elemzéskor, mert kívülről is meg lehet csinálni ezt az elemzést, hogy mit szúrt el az illető az életében. Érted? Vagy miket szúrt el az illető az életében? Milyen véletlenekről beszélünk? Mikor pontosan kideríthető, hogy mi, mi miatt van, Tehát nem kellene az embernek egy ilyen tudás? Nem kellene, hogy az emberiség jobban boldoguljon? Nem kellene. És ha már itt van ez a tudás, akkor nekünk az a dolgunk, hogy továbbadjuk. Érted? És ha jövőben több tudásra van szükség, vagy lesz szükség, akkor azt megkapjuk úgyis. Ugye, akik régen itt vannak, ezt pontosan tudják. Hogy egyre több és több tudást küldenek rajtam keresztül. Oké. Okay? Tehát mi azért vagyunk, az a küldetésünk, hogy jobbá tegyük ezt a világot. Amit úgy hívnak, hogy Föld, mert ez a mi világunk. Nem közlekedünk az univerzumba. Nem. Még a naprendszerben se közlekedünk. Az, hogy kiküntünk egy pár gépet a naprendszerünkbe, az egy dolog. De most én emberekről beszélek. Az ember nem közlekedik. Az ide be van zárva a Földre, és ezért a mi világunk az a Föld nevű bolygó. És ezt kell rendbe rakni. És ha az emberiség rendbe van rakva, akkor a bolygó is rendbe van rakva. Tudod, miért vannak sivatagok? Mert az értelmes lények bármikor a múltban tönkretették az életteret azon a területen. Értem? Ha mi különbség van Dél-Amerika? Éghajlata, a déli, az egyenlítő éghajlata, az afrikai éghajlattól. Az, hogy egyik helyen van növény, a másik helyen nincs növény. Oké? Okay? És Szerinted kitette tönkre azt a növényzetet? Afrikában. Nem az állatok, hanem az emberek. Oké, okay. És most az részletkérdés, hogyha arról beszélnénk, hogy ez az emberiség, vagy az előző emberiség. Mert ez a hatodik emberiség, illetve a hetedik, bocsánat. Oké, okay. az most ebből a szempontból részletkérdés. De a megnézet, hát ugyanolyan éghajlatnak kellene lenni Afrikában mint amilyen van mondjuk Dél-Amerikában vagy Ázsiában, az egyenlítő környékén. De ha tönkre van téva a növény, megváltozik az éghajlat. Oké, okay, nagyon egyszerű. Pofon egyszerű az egész. És akkor mondják azt, hogy úgy ábrázolják a, például az egyiptomi, vagy annál délebbi, délebbi kultúrákat, úgy ábrázolják, hogy a múltban, ugyanolyan sivatag volt, mint most. Így ábrázolják. Nézd meg, minden dokumentumfilmben, mindenbe, filmbe úgy ábrázolják, hogy mintha ugyanolyan éghajlat lett volna. Nevetséges. Nem ugyanolyan éghajlat volt. Hanem gyakorlatilag trópusú éghajlat volt. Érted? Tehát olyan, mint Dél-Amerikában vagy, vagy ugye Ázsiában, az egyenlítő környékén olyan éghajlat volt, csak az értelmes lények tönkretették. Hát vannak olyan fajok a földön most is, akiket úgy hívnak, hogy sáskanépek. Hogy fölélik a környezetüket, és továbbállnak. És akkor talált ki, hogy vajon merre lakhatnak azok a sáskanépek. Oké? Okay? Tehát fölélik a környezetüket, és tovább lépnek. És az a helyzet, hogy az előző emberiségben is volt sáskanép. Érted? Ott is voltak sáskanépek. Jó, tehát lényeg, hogy gondold végig, nem lenne szükség az embernek ezekre az ismeretekre, hogy boldoguljunk ezeken a területeken. Tehát, ha már teremtőről beszéltem, hogy neked van teremtőd, akkor ebből a területtel is foglalkozni kell ezzel a tizedikkel. Vagy nem? Tehát nem csak önmagaddal kellene jól bánni, meg az emberekkel, mert ugye az összes többi az az emberek. Jó a környezetednél, nem csak emberek vannak. De hát van olyan lény is, amely nem ember, hanem annál magasabb fejlettségű. Tudsz vele kommunikálni? Hm? Nem kellene megtanulni? Lehet, hogy eddig valaki kommunikált, és azt mondta, hogy kommunikál a saját teremtőjével, azt gondoltad, hogy ú, elmentek otthonról. És akkor, ó, hát nem, hogy már rám is azt mondják, hogy ú, elmentek otthonról, érted? De hogy akarok én megtanulni a teremtőn, meg kommunikálni? Hát akkor eléggé furcsán gondolod az egészet. Gondold végig, a teremtőddel választottad ki, hogy hova fogsz leszületni. Melyik családba. Érted? Akkor minden gondolatodat is, nem csak cselekvésedet, minden gondolatodat ismeri. Most gondolsz valamire, a következő pillanatban ő tudja, hogy te mire gondoltál. És nem vagy kíváncsi egy ilyen lényre, hogy hogy tud az neked segíteni? Vagy nem vagy kíváncsi egy olyan lényre, amely benned van, amit úgy hívnak, hogy lélek, amely gyakorlatilag a testünkhöz képest egy szuperintelligens lény? Vagy nem vagy kíváncsi, hogy egy benned lévő részedre, hogy hogy működik? A testedet a tested nem tudja befogadni csak bizonyos információkat. A lelked korlátlan információk befogadására képes. Akkor vajon melyiknek kellene több tudást adni? Hm? Gondold végig. Tehát itt vagyunk, ugye emberek és. Éljük az életünket, és mivel a környezetünkben lévők, em, lévő emberek többsége is úgy éli az életét, mint saját magunk, ezért nem kellene először is neked végig gondolni, hogy egy jobb életet élni, és utána segíteni nekik abban, hogy jobb életet éljenek. Hm? Hát gondold végig, ha így megy tovább ez az elbutulás. Hova jutunk? Mi emberiség, hova jutunk? Mi lesz ebben az emberiséggel? Hát nem szolgasság, hanem rabszolgasság, érted? Tehát ahogy éri kell, hogy egyre több és több szolga van, és szolga lelkű, érted? Úgy szépen el lehet érni tovább, hogy a rabszolga legyen. Hát most gondold végig, tudják azt, hogy az emberek a szabadság jogaikat föláldozzák, a biztonságukért. Érted? Ez most bebizonyosodott a Covid-nál. Simán föláldozták a szabadság jogaikat a biztonságukért. Simán. Ez bebizonyított tény, ha nem hiszed el, vissza kell nézni a covid -ot. Ez tudod, mit jelent? Hogy bármilyen tehát olyan szintre sűjeszthető az ember, mint ami a Covid időszak alatt volt. Ezt akarod? Olyan életet akarsz, mint ami a Covid időszak alatt volt? Hogy gyakorlatilag minden rendeletek alapján szabályozzák, és úgy rendelkeznek az emberek felett, ahogy akarnak. Ezt akarod elérni? Ilyen társadalmat akarsz? Hogy azt csinálják az emberrel, amit akarnak. Mert a tudatlan, buta emberrel lehet ezt csinálni. Érted? Tehát utólag értékelve. Én állítom, hogy azoknak a többsége, aki beoltatta magát, megbánta. Mondom a többsége. De nem utólag kellene okosnak lenni, hanem előre, nem? És nézd meg, hogy hogy elérték náluk azt, hogy olyat csináljanak, amit utólag megbánnak. Hogy elérték? Ami nem hasznos volt az egészségükre, hanem igazából káros. Lehet, hogy ők rövid távon azt gondolták, hogy az hasznos az egészségükre, csak kiderült, hogy hosszú távon több kárt okozott. Oké, okay. tehát gondoljátok végig, hogy itt van egy közösség, egyedülálló az egész bolygóra nézve, amely célul tűzte ki azt, hogy legyen egy jobb emberiség ezen a bolygón. Azt úgy hívják, hogy szeretett kor, általános nevén aranykor. Tehát a következő korszakok vannak. Vaskor előtt volt az ezüstkor, az ezüstkor előtt volt a, az aranykor, a bronzkor, nem, fordítva. A vaskor előtt volt a bronzkor, a bronzkor előtt az ezüstkor, az valami, e mondom, valami hiányzik. Az ezüstkor előtt pedig az aranykor. Érted? De ez azt jelenti, hogy az előző aranykor a sok ezer évvel ezelőtt volt. És azóta voltak a korszakok, és ez mind az elbutulás. Az aranykorhoz kép nem. De az aranykorhoz képest, az ezüstkor már egy kicsit elbutult nép. A bronzkor az ezüstkorhoz képest még egy kicsit elbutult. A vaskor, meg a legelbutultabb időszak. Érted? És mindig úgy van, hogy ezek pörögnek ebben a sorrendben. Tehát aranykor, ez, ezüstkor, bronzkor, vaskor, utána megint aranykor, ezüstkor, bronzkor, vaskor, utána megint aranykor, de aranykor az évezredek múlva jön újból. Érted? És most 2012. december 22 óta aranykornak kellene lenni ezen a bolygón. Illetve 23-tól aranykornak kellene lenni mármint 2012. december 23-tól. Érted? Aranykornak kellene lenni. És nincs az. Nincs. És ha nem lesz aranykor, akkor nincs értelme ennek a bolygónak, hogy itt van. Érted? Mert akkor tovább megy az elbutulás. Hova? Hova? Tehát azt akarod elérni, mint ami folyamat van, hogy szó szerint most ne fizikailag érsz, hanem szellemileg olyan gödörbe kerülj, hogy két döntést haszhatsz, hogy vagy hagyom és ezt az életet, és meghalok, vagy hol az a tudás? Ide akarsz eljutni. Nem előbb kellene csinálni, hogy ide azt a tudást, mielőtt oda jutnál, hogy a, közt, a kettő dolog közt el kell döntened, hogy meghalljak vagy tanuljak. Érted? De a tanulás, akkor ahhoz egy közösségre van szükség. Érted? Egy olyan közösségre, ahol nem egy ember tud neked segíteni, hanem sok ember. Vannak vezetők, házigazdáinktól hallottátok. Hogy ők például igazgatók itt a cégnél. Van egy csomó vezető. Cégnél vezető képzőt hallottatok, hogy ott volt 34 ember. Az azt jelenti, hogy 34 vezető. Oké. Okay. És a vezetők tudnak segíteni sok-sok más embernek, aki nem vezető. Tehát van egy olyan közösség, ahol az ember valahova tud tartozni. Érted? és ahol támogatnak mindenben. Az azt jelenti, a támogatás nyilván nem anyagilag támogatnak, csak akkor, hogyha hozod a tanulókat. Akkor anyagilag is meg vagy támogatva, de piszkosul. Hát gondold végig, az imént elmondtam. Négy területen lettünk piacvezetők a vezetésemmel. És melyik terület hoz a legtöbb jövedelmet? Amit most csinálunk. Érted? Nem a más területet. Az azt jelenti, hogy a tandíjaknak a 76%-a az kifizetésre kerül azok között, akik részt vesznek a tanulók szervezésében. Oké? Okay? Azok között. Tudod, mennyi tanulóra lenne szükség? Nem tanítóra lenne szükség? Több mint 320 millió tanítóra lenne szükség. És akkor mennyi tanuló lesz? 320 millió tanítóra lenne szükség. Gondold végig. Az azt jelenti, hogy nagyon nagy szükség lenne azokra az emberekre, akik éreznek olyan indítatást, hogy fejlődjenek szellemileg, és átadják a tudásukat. Tehát az is egy tanítás, mikor egy itteni vezető mondjuk azt mondja, hogy elmeséli neki, a, ugye a tanulója azt, hogy milyen problémája van, és akkor azt mondja, hogy figyeld erre, ez meg ezt a módszert alkalmazd, így és így csináld. Ez néha nem tanítás. Hm? Csak ugye a többiek csak személyesen csinálják ezt, ritkábban ugye a csoportjuknak tanítják egyszerre a dolgokat, és az egész pedig én tanítom. Oké? Okay. Mióta foglalkozok tanításokkal? Elhangzott 93 óta. 31 éve tanítok embereket. 31 éve. Mikor kezdtem ilyen tudással foglalkozni? Mikor volt az, hogy elkezdtek engem tanítani ilyen dolgokra? 98-tól. Oké? Okay. Tehát olyan, hogy hogyan működik az ember, hogyan működik az élet, hogyan kell megelőzni a problémát, hogyan kell megoldani a problémát, ez 98-tól. Jó, tehát ha azt látod, hogy ezért az emberiségért valamit tenni kellene, illetve a környezetedben lévő emberekért valamit tenni kellene, hát akkor itt a helyet, Ha úgy látod, hogy nem, akkor majd meglátod, milyen életed lesz. Hát ennyi. Jó? De az biztos, még egyszer mondom, hogy aki a küldetését teljesíti, tehát a küldetése útjá halad, az nem tud problémákkal foglalkozni, ezért, ezért nem is kap problémákat, mert akkor nem tud a küldetésével foglalkozni. Tehát vagy probléma, vagy küldetés. És ha neked vannak problémáid, akkor nem a küldetésen haladsz. Világos ez? jó Vagy nem eléggé haladsz a küldetésed. Az azt jelenti, hogy így időnként eltérjülsz, aztán próbálnak visszaterelni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Szeretettel várunk itt benneteket, visszaadom a házigazdáinknak a szót, szeretlek benneteket, sziasztok!